Mindegy 500 katona részvételével hajtották végre az Ezüst Láncsa 2019 elnevezésű éles lövészettel egybekötött harcászati gyakorlatot a táborfalvai lő- és gyakorlótéren. A résztvevők a felkészítés során a kisalegységek vezetéséhez szükséges alapvető képességeket sajátították el. Folyamatos váltásban tűzcsoport és rajparancsnoki beosztásokban gyakorolták a vezetői elemek alkalmazását. Föl kell arra készülniük, hogy vezessenek kisalegységeket, értelmezőt a tűzcsoportokat, illetve rajszintű alegységeket. Nagyon lényeges, hogy ez a úgynevezett alapaltiszti tanfolyami rész, amiben ők most részt vesznek, megfelelő alapokat szolgáltasson arra, hogy a következő időszakra fölkészítsük őket, ami majd a csapatoknál fog megtörténni, és az már a szakkiképzésről fog szólni. A harcászati foglalkozások meghatározó részében általános taktikai ismereteket sajátítottak el az altisztjelöltek. A járőrzési feladatokat például kiserejű, nagyerejű ellenségekkel való tevékenységet, járőrbázis kiépítését, megfigyelési feladatokat, elnőzáteresztő pontok telepítését és üzemeltetését. Bódi Dávid közkatona rutinosan hajtotta végre a feladatokat, korábban 5 évig szerződéses legénységi beosztásban szolgált. Utána ki akartam magam próbálni a civil életben is, de nem találtam meg a számításaimat, ezért úgy döntöttem, hogy jelentkezek az acélkocka altiszt képzésre, mivel hogy kihívásokkal teli, és tovább fejleszthetem magam, mint vezető. Gömbös Evelin közkatona édesanyja, édesapja és keresztapja révén igazi katona családból származik. Gyerekkora óta készül a katonai pályára. Senki nem várta el soha tőlem, hogy katona legyek, mégis nekem végül ez volt az egyetlen, ami tetszett, és amiben megtaláltam önmagam.